A szultán táncolója. Játszótéren szettem fel, ott gyerekezett a gyerekével. A sárga ingében. Több sárgája is volt, megvizsgáltam a szettjét már első este. Biztos azt gondolta, attól érdekesebb, meg az egyenes keretes szemüvegétől. Attól meg, hogy szigorúbb fejű, hitte ő. Szerencsétlen. Én a szultán táncolója voltam. Mondtam már? Olyan régen találkoztunk. Azt is beszerelmesítettem magamba. Oda csak úgy nem választanak ki. Van egy ilyen közelmúltam. Ez meg képes volt azt mondani, hogy volt egy leges, legrosszabb nője. Rámértre mondta. Ő, a játszótéri hozadék. Hát mi volt ő a szultánhoz képest? Ki? Ilyeneket hallottam vissza, hogy a leges, legrosszabb nő. Élete mélypontja, tönkretevője. Mit tudott rólam? Nem tudta a szultán se. Dicsekedtem volna vele neki? Mikor? A három hetünk alatt? Nem volt alkalom rá. Nem igen beszélgettünk. Bármi mást is honnan tudott volna. Jobb így. Azt hitte volna, ha mondom a szultánt, hogy bolond vagyok. Fogalma nem volt, hogy van olyan még most is. Nem is egy egyébként. Ománban, ben például. Azt se tudta, hogy vannak ilyen országok. Ománok, Bruneik. Nem országok, szultánságok. Én se tudtam, míg ki nem kerültem. Te tudtad? Mennyi baja volt velem, míg együtt voltunk. Mennyi idegeskedés. Ezt nyomatta mindenkinek, akivel találkozott. A három-négy hit alatt mennyi lehetett? Vagy a négy-öt alatt? Arra nem gondolt, hogy sok olyannal is beszél, akit ismerek? Kuncsaft vagy csak sima ismerős. Visszahallottam mindent, kiskör a világ. Nem jó hazugságokkal szembesülni. Képtelen volt felpörögni hozzám, ez az igazság. Végig untam. Miatta kezdtem tolerálni az ásító embereket. Már megint nem tolerálom, úgyhogy figyelj. Három olyat mondott még az eleje felé egyszer, egy mondaton belül, amiből már egy megért volna egy szakítást. Egy összeröffenést, egy biztos a meg egy szarérhugyért. Még egy izéhozé kellett volna, Hát szerintem akkor ott hagyom. Köpnyelni nem tudtam. Se kép, se hang. Csak néztem ki a fejemből. Nem érted, mi? Azért mondom, mert ezek ugyanolyanok. Mindjárt magammal is szakítok, ha ilyeneket beszélek. Meséljek a szultánról? Hát, semmi különös. Alig láttuk. Sok táncolót tart, én egy voltam közülük. Másba is beszerelmesedett. Belém rendesen, de hát látsz. Oda tettek neki. Utána aztán semmi. Bicengetett, néha odaintett, komolyan nem történt. Volt mindenféle náció, nem érdekes ott egy magyar lány. Bár a többiek ettől még utáltak. Hát betudtam annak, ahogy kinézek. Minden lány szőke akar lenni, de így alapból, mint én. Mesélek inkább a hozadékról. Ő tette be a kaput, nem a szultán. Betette a kaput, na, kezdem. Egy darabig szerettem az ilyen képes beszédet, aztán már nagyon nem csak ironizálok vele. Leges, legrosszabb nő, ezen rágom magam. Hát merre, segre nem mondhatta. Agyra nem mondhatta. Stílusosan mondhatta. Hát szerintem így tudott feldolgozni. Ha ilyeneket gondolt, meg mondott. Közben meg jó akart lenni, csak nem tudta, hogy kell. Ki ismertem őt hat hét alatt? Nyitott könyv volt, érted? Nyitott könyv? Nem érted óriási élmény nyomon követni valaki tökéletesedését. De ahelyett, hogy figyelt volna, kezdett kötekedni. Úgy a hetedik hetünk elején. Pedig figyelhette volna a fejlődésemet. Így az élettel összefüggésben. Jó pár hónapja itthon dolgoztam már, nem tudta persze De a sejtjeimben ettől még szultán maradtam. Agyban már nem voltam ott, de belül igen. Nem jól mondom. Neki futok, hogy jobban értsd. A habitus maradt, az állandósult. Bár zsigerileg talán nem, mert a zsigerséget befolyásolja a közeg. És közben de, mert egy ilyen dolog ad azért egy, nem tudom, hosszasabb affinitást a dolgokhoz. Eddig világos? Viszont ő erre nem volt érzékeny. Nem vett észre semmit. Vagy csak nem tudott követni valamiért. Nem volt valami hatalmas elszabadulás nekem érzelmileg a szultán dolog. Ne gondold! Viszont megújította a gondolkodásomat. Az iszett tánc, mi van abban, nem mindegy ki a közönség, de te férfi vagy, vagyis hát pap. Mindegy, akkor se tudod rendesen, ehhez nőnek kell lenni, hiába vagy a bátyám. A lényeg, hogy is mondjam, van egy nyomás. Egy szultán körüli atmoszféra, attól lettem elfogadóbb. A hozadék nem érezte meg a kinyítságomat a világra más nőihez képest, a volt feleségéhez képest, meg más szeretőivel összemérve. Nem tudtam küzdeni érte. Nem ment. Típus kérdése. Vannak hajtós, lelkes, eminens férfi madarak. Azzal hódítják meg a csajmadarakat, hogy szuperfészkeket építenek nekik. Én nem ez a típusú madár vagyok. Vannak csajmadarak, azok meg, ha nem tetszik az építmény, leverik a picsába. A férfi madár kezdheti újra az egészet. Na, ez se vagyok. Nem szórakozom csak azért valakivel, mert nem tökéletes. Az első nem is lehetek, nem vagyok férfi, bár attól még. Na mindegy, de nem. Nem vagyok egy berendező háttérbiztosító. És mondom, a másik se. Viszont ez semmit nem jelent. Ha nem hajtasz és nem vagy paraszt, az még nem elég, az csak alap. A szultánnál, nekem azt mondták legalábbis, hogy szultán, úgy volt meg mindenem, ahogy a nagykönyvben. Egyszer hörkentem csak fel. Mikor a nyolcadik férfi kopogott be másfél órán belül. Ugyanaz volt a gondom, mint később a hozadék emberrel. Ha én nyitott virág vagyok, ők miért nem nyílnak meg nekem? Ez vihetni előre a világot. Ajándékokat persze hoztak, mert a szokás, de az aktus után húztak. Egy szó el nem hangzott. Hát mondjuk milyen nyelven hangzott volna, az igaz. A virágok nyelvén, állítólag az a portugál, tudtad? A játszóterest akartam elmondani, csak mindig arrébb visznek a gondolataim. Nem beszélek németül, kivéve ezt a mondatot. Hogy nem beszélek németül? Hallottam, hogy németül gagyog a telefonjába. A gyereke meg ment fel a mászók a tetejére. Nem vagyok egy gyerek akaró, a szultánnak se szültem volna, csak ha akarja. Nem volt más, csak ők. Összeraktam a gyerek az övé lehet. Egy németül tudó apuka. Mert magyarul szólt rá a gyerekre, mikor még a magazinomat lapozgattam kamuból, hát ha észrevesz. Leszedtem időben a gyerekét, nem tört be a feje. Erre kinyomta a telefont, és elhívott kávézni. Meg se köszönte, nem baj. Új zsákmány esetén nem állítok mércét az elején. Vitte vissza a gyereket az anyjának. Megvártam a közeli kávézóban. Kis udvarlás, gyenge viccek, ahogy szokott. Ebből nem vonok le semmit. Még vártam rá, kiengedtem a hajam, hogy gazdagabbnak tűnjek. Nem akartam észrevetetni a foglalkozásomat, hát ha amiatt nem szeret belém. Mert arra vágytam. Felmentem hozzá. Láttam mindjárt a sok sárgát. Vagy nyolc hétig együtt maradtunk. Vett nekem egy robogót. Lassan kezdett hiányozni a szultán. A távolság közel hozott, vagy vitt. Nem csak hozzá az egészhez, a luxushoz. A hozadék nem vette észre. Az se, hogy amíg dolgozik, én is végzem a munkámat. Nem érezte az illatokat rajtam. Nem érzékelte a nyíltságomat se. Nem találtak ki, hogy omámba vágyom. A robogón mentem el tőle. Aztán hallottam, miket mondott rólam. Nekem is van önérzetem. Nem akartam bántani. Egy rossz mozdulat volt. Meg se kellett volna keresnem. Eltelt vagy két hónap az együtt töltött tíz hét óta. Csak meg akartam beszélni vele, hogy hagyja abba a szidásomat. Elmondok én annyi mi atyánkot, amennyit akarsz, csak legyen vége, mert elég rossz a lelki ismeretem. Biztos keresi őt a gyereke. Megtaláltam a csajt, aki kiközvetített ománba. Megyek vissza jövő héten. Miért kirán valamit? Nem baj, ha sok? Ne néz így. Ugye? Nem is olyan nagy az az idő távolság, ami köztünk van. Meg tudsz érteni? Öt évvel érettebb vagy. Pont tökéletes. Mond a penitenciát, aztán hagylak. Vigyázz magadra. Hozok majd neked valamit onnan. Valami szerűségük biztos van. Mond, aztán megyek. Mond, mit mormogjak magam elé?